Integrált asztali teniszbajnokságot tartottak a Szekszárdi Sportközpontban. A szervező Fákja Sport Egyesületet eredetileg mozgássérült pingpongozók számára alapították. A szervezet eltökélt célja, hogy lehetőséget biztosítson a hátrányban élők számára egy jobb életminőség kialakítására. A teremben egy ilyen meghívásos alapon szervezett asztali teniszversenyt látunk, amit a Fákja Sport Egyesület szervezett. 9 meghívott versenyző van, egy ilyen mindenki mindenkivel játszik alapon lebonyolítandó verseny, amit mostanában ugye kicsi a terem, nem tudunk több személyt meghívni, ezért úgy döntöttünk, hogy inkább gyakrabban szervezzük ezt a versenyt, havonta, két havonta, és akkor mindig más-más versenyzőt hívunk meg. Integrált verseny, mozgássérültek, kerekesszékesek, most igaz, csak egy kerekesszékesünk van, de van, amikor 2-3 is el tud jönni, vagy úgy hívjuk meg, hogy többen vannak, akik mozgássérültek. Habár most az utóbbi időben a mozgássérültek eléggé leültek, nem nagyon aktivizálják magukat, hogy azt mondom, inkább otthon maradnak, itt tévé, internet, mit tudom én mi. Amúgy az egész országban ez a mozgássérültek verseny eléggé le van ülve. Márton István elnök hozzátette, hogy a Covid előtt sokkal nagyobb népszerűségnek örventek ezek a versenyek, gyakrabban és nagyobb létszámmal tudtak megmérettetéseket szervezni. Az integrált asztali tenisz játékszabályaiban csak a kerekesszékes sportolók esetében vannak kivételek, de ők is eldönthetik, hogy akarnak-e élni a kivétel adta lehetőségekkel. És a mozgássérülteknél, ugye, vagy a kerekesszékeseknél nem nagyon van lehetőség, hogy olyan gyorsan helyet cseréljenek, és ezért ott, aki éri, az adja vissza. Tehát nincsen az meg, hogy egyik visszaadja, jön a labda, akkor a másik adja vissza, hanem ott bárki visszaadhatja a labdát, ennyi a különbség. 96-ban alapítottuk, de azóta ugye a mozgássérültek is elég sokan kiestek, próbáltuk feltölteni most épp emberekkel is, tehát egészséges tagjaink is vannak, így most egy ilyen vegyes társaság lettünk, nem kimondottan mozgássérülteknek van az egyesület. Ezen kívül még igyekszünk aktívak maradni, ezért elvállaltuk a városi bajnokság szervezését és lebonyolítását, úgyhogy azt is mi próbáljuk egyengetni. Márton István elmondta, hogy a városi bajnokságok 11 csapat részvételével zajlanak. Az őszi és tavaszi fordulók alatt közel 60 versenyző vesz részt a megmérettetéseken. Érkeznek egyesületek, paksolók a Kasdó Tolnáról is. Ezeknek a versenyeknek a célja nem csak az, hogy összemérhessék tudásukat, hanem az is, hogy felkészülési időszakban lehetőség legyen kimozdulni, egy jó csapatnak a tagja lenni és megszínesíteni a hétköznapokat. Ez egyaránt érvényes a mozgássérültekre és egészséges társaikra is.